Sziasztok, én Szandi vagyok. Azt szeretném veletek megosztani, hogy én hogyan éltem meg az elmúlt szessziót, vizsgaidőszakot. Hogyha egyetemistaként nézed most ezt a felvételt, akkor biztos vagyok benne, hogy nem kell megmagyaráznom azt, hogy mit jelent a szesszió. Nekem benne van szorongás, frusztráció, pánik és még sok minden negatív érzés. Én úgy álltam hozzá ehhez a vizsgaidőszakhoz, hogy biztos vagyok benne, hogy nem fog sikerülni. Biztos voltam benne, hogy ez az egész most az erőmön fölül van, mert nem ezek voltak a legnagyobb problémáim. Az életem egy hullámvölgyben volt éppen. Annyira rengeteg sok volt az anyag, hogy biztos voltam benne, hogy ez nekem nem fog sikerülni, és szinte már el is könyveltem, hogy ez kudarc. Eldöntöttem, hogy igazából tanulni fogok, de nem érdekel az sem, hogyha megbukok. Egyik reggel, amikor Bibliát olvastam, akkor pont a Lukács evangéliumából jött velem szembe egy rész, mégpedig az, hogy kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Mert aki kér, az mind kap, aki keres, az talál, és aki zörget, annak megnyitatik. Ez akkor reggel nagyon a szívemhez szólt. Elgondolkodtam azon, hogy mennyire rossz volt az eddigi hozzáállásom. Én csak magamra néztem. Én azt néztem, hogy én gyenge vagyok, én ehhez erőtlen vagyok. Én azt néztem, hogy én ezt nem tudom megcsinálni, és valahogy az kiment a fejemből, valahogy azt elfelejtettem, hogy amúgy nem is egyedül kell nekem ezt megcsinálnom. Ahelyett, hogy arra fókuszáltam volna, hogy milyen hatalmas Istenem van, én azt néztem, hogy én ehhez gyenge vagyok. Ezután változtattam a hozzáállásomon. Próbáltam úgy nézni a dolgokra, hogy tudom, hogy Isten mellettem van, és tudom, hogy nekem kérnem kell. Tudom, hogy én csak annyit kell megtennem, ami az én dolgom. Nem egyedül kell átmenjek ezen az egészen, nem egyedül kell végigcsináljam a szessziót, hanem Isten mellettem van. Egy másik alkalommal reggel a Márta és Mária történetét olvastam, és ez az igerész is eléggé nagyon a szívemhez szólt. Megértettem belőle, hogy nekem annyi a dolgom, hogy töltsek időt Jézusnak a lábainál, mert Mária is ezt tette. Elhatároztam, hogy semmiképpen sem fogom lecsökkenteni azt az időt, amit amúgy is Jézussal szoktam tölteni, hanem inkább meghosszabbítom. Minden egyes reggel azzal kezdtem a napomat, hogy leültem Jézusnak a lábaihoz. Annak ellenére, hogy tudtam, hogy rengeteg tanulnivalóm van, én beszélgettem Jézussal, és ő megígérte, hogy igenis áldás lesz a munkámon. Elképesztő nagy kegyelem volt az egész szesszió. A tanárok nagyon jó indulatúak voltak, és valahogy mindig azt kérdezték, amit pont tudtam. A jegyeim megfelelőek lettek, és mindenből átmentem. Ez pedig nem az én érdemem. Én azt tettem meg, ami az én dolgom volt. Meg kellett tanulnom azt, hogy nem magamra nézzek a nehéz időszakokban. Azt, hogy Jézus legyen az első helyen az életemben mindig. Jézus megígérte, hogy ha így cselekszem, akkor áldás lesz úgy a munkámon, mint az életemen. Bátorítalak arra téged is, hogy tedd Jézust első helyre az életedben.